Sziasztok! Üdvözöllek benteket innen a műhelyemből. Szerintem láttál már olyan filmet, amiben a szuperhős felvesz egy szöveget, átlát mindenféle dolgon, például meglátja, hogy hol van a falban a páncélszekrény. Van ilyen mesefilm is, ugye a Gru, de szerintem James Bond filmben is előfordult, és talán a Knight Riderben a Kit is tudott ilyet csinálni. És ilyet lehet is készíteni a műanyag segítségével. A műanyagok a kozmikus sugárzás hatására keletkeznek, olyan 30-50 kilométeres magasságba. Ugye a kozmikus sugárzás nagyon nagy részben protonokból áll, ebben a 30-50 kilométeres magasságban még van valamennyi nitrogén és oxigén. Ahogy a kozmikus sugárzás éri ezt a nitrogént és oxigént, ott mindenféle részecskék keletkeznek ennek hatására, többek között műanyagok is. Egy műanyagnak a tömege kb. 200 elektronhéjval egyenlő, és elszeveszett gyorsan tud jönni, majdnem a fénysebességével, és nagyjából olyan 2-3 km mélyre behatol a föld alá. Tehát mélyen fekvő bányákba is ki tudták mutatni a műanyagokat. Szerencsére ezek a műanyagok bennünk nem tesznek kárt, átmennek rajtunk másodperceként 10-30 darab, és persze a műanyagokkal a képalkotás nem egészen úgy fog kinézni, mint a filmekben, hogy egy pár grammos szemüveget valaki felvesz. Egy jó nagy készülék szükséges hozzá, és csak nagyon nagy dolgokat képes detektálni. Például bele lehet nézni ennek segítségével egy piramisba, meg lehet nézni, hogy vannak ott rejtett kamrák, ugye ezt meg is csinálták, Gízába elmentek a tudósok, több hónapon át méricskéltek, és találtak is egy 30 méteres valamit, amiről feltétezik egy titkos kamra. A geológusok is szeretik használni a műon detektort, egészen pontosabban a műon képalkotórendszert, ugyanis például szeretnénk megtudni a belső üregeket, hogy hogy néznek ki, például, hogy hol van a magma kamra, akkor ennek segítségével, a műon detektor segítségével be lehet nézni. A képalkotás nagyon lassú, hetekre, hónapokra van szükség, nem kell hozzá sugárforrás, ugye az keletkezik magától. Ilyet szerettem volna én is építeni, egy pixeleset tudok sajnos csak készíteni, úgyhogy ez nem túl sok, így is ráment majdnem 50 ezer forint erre az egy pixelre. Itt van mögöttem az egész, mindjárt meg fogom mutatni. Kezdjünk hozzá a kísérlethez. Ez itt az én műon detektorom, mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogy működik. Két videót ajánlok nektek ebbe annan témában, amit korábban készítettem. Az egyik az, hogy hogyan lehet Geiger-Müller csővel készíteni Geiger-Müller számlálót. Így néz ki egy ilyen Geiger-Müller cső. Illetve jelen esetben itt, ez itt egy Geiger-Müller cső, és itt alatta is van egy, mindjárt meg fogom ezt is mutatni. A másik videó pedig arról szól, hogy elvileg nem kell Geiger-Müller csövet használni részecskék detektálásához. Ezt is megmutattam már nektek korábban. Így néz ki ez a detektor. Ennek a linkjét is megtaláljátok itt a videó alatt. Itt vékony fémszálak vannak kifeszítve, és ezek képesek detektálni nagy feszültség segítségével a részecskéket. Ezt megnézhetitek. Most a Geiger-Müller cső kényelmesebb volt, úgyhogy nem ezt használtam föl, illetve ezt az egészet valamilyen nemes gázba be kellett volna tenni, úgyhogy erre nem volt lehetőségem, úgyhogy inkább Geiger-Müller csövet vásároltam. A Magyar Posta megvámolta, megáfásította, elég drága lett, mit ne mondjak, de egyébként meg is mutatom közelebbről. Így néz ki a Geiger-Müller cső. Ez a fémmel bevont valami, ez az egyik cső, és ott alul pedig a másik cső van. Hogy is működik ez a műon detektor? Ugye mondtam, hogy a műonok a magas légkörbe keletkeznek 30-60 km vagy 50 km magasan. Ide rajzoltam a jelét, ez a mű plusz. Ez az egyik Geiger-Müller cső, ami itt van felül, ezen. Ez pedig a másik Geiger-Müller cső, ami ez alatt van, az előbb mutattam nektek. Miről is van szó? Jön egy műon, mondjuk ebből az irányból, eléri itt a Geiger-Müller csövet, itt csinál egy kis gázkisülést, halad tovább, itt is csinál egy gázkisülést. Nagyon gyorsan jön, tényleg majdnem fénysebességgel jön, viszonylag nagy az energiája, ezért is tud olyan mélyre behatolni a talajba, ugye mondtam, hogy több kilométer mélyen is találnak műonokat, illetve lehet detektorral találni műont, míg mondjuk röntgen sugarakat ilyen mélyen már mondjuk biztos nem találunk. Szóval egész mélyre behatol. A kettő közé én egy ólomlapot raktam, ez van itt a két falap között, szóval megnehezítettem a műonnak az életét, az egyiken még viszonylag könnyen át tud menni, mert viszonylag vékony a fémezés a Geiger-Müller csövön, itt van egy ólomlap, ezen is átmegy, és csak így tud eljutni a második számú Geiger-Müller csőhöz. Ez egész olyan 400-450 voltról működik, ha meg akarod építeni, akkor javaslom nézd meg a videó alatti Geiger-Müller csöves videót, ott leírtam, hogy hogyan kell ezt megépíteni, mármint egy ilyen tápegységet, meg az egész Geiger-Müller számlálót. Abból a videóból a tápegységre van szükség. Ez volt az a tápegység, ami itt van, ezen a próbapanelen, ugyanaz a tápegység. Tehát ez előállítően 400-450 voltot. Be van téve itt két darab 3,3 megohmos sorba a csővel,
cső másik fele pedig le van földelve. Ezt a pontot 1-essel jelöltem, ezt a pontot 2-essel, az 1-es pontot ide kell kötni, a 2-es pontot pedig ide kell kötni. Ez az áramkör teszi lehetővé, hogy csak és kizárólag műanokat detektáljunk, ugyanis egy Geiger-Müller csövet itt bekapcsolok, akkor az sajnos kattog időnként egyet-egyet-egyet, tehát valamennyi sugárzást egyébként is mér, és el kell érni azt, hogy csak műanokra kattanjon egyet, és egyéb dolgokra pedig ne. És ezt úgy lehet elérni, hogy van itt egy áramkör, meg itt van egy áramkör, ez pedig egy NOR kapu, és ez a NOR kapu akkor ad a kimenetén egy jelet, hogyha mind a kettő ág, ez is, meg ez is pontosan egyszerre jelzett. Ugye mondtam, hogy a műon nagyon gyorsan jön, tehát itt a gázkisülés, meg itt a gázkisülés szinte egyszerre történik, viszont hogyha egyéb sugárzás jön, mondjuk ebből az irányból, hogy a pálcám, mondjuk ez csak ezt az egyiket találja el, akkor csak ez kattan, tehát mondjuk ez az ág. Hogyha ez a másik ág nem ad jelet, akkor ha csak itt van jel, akkor itt nincsen jel. Mind a két ágban egyszerre kell, hogy legyen jel. A kattanás, amit mondtam, az nagyjából csak annyit jelent, hogy általában a hangszóróra kötik rá ezt a jelet, és ilyen kat-kat-kat-kat hangot lehet hallani a hangszóróból. Szóval én nem hangszórót használok most, hanem ezt rákötöttem ide, ezt pedig ide. Ide egy 10 pikofarádos kondenzátort kell tenni, ami legalább 500 voltos, ezt nem volt olyan könnyű beszerezni, de végül is sikerült. Amikor itt van egy gázkisülés, akkor ez a pont hirtelen lemegy, tehát ez a pont, ami itt van, hirtelen lemegy, kis impulzus keletkezik, egy negatív impulzus keletkezik itt. Ez a dióda megvédi itt az áramkörnek a bemenetét, ezt itt. Amikor itt és itt van egy negatív impulzus, annak hatására az inverter kimenetén egy pozitív impulzus keletkezik itt is és itt is. Itt van egy kis jel alakformálás, ez az RC tag, és az lesz az eredménye, hogy itt a következő inverter után lesz egy negatív impulzus itt is és itt is, és amikor a két negatív impulzus egyszerre következik be itt és itt, akkor itt a kimenetén egy pozitív impulzus keletkezik. És itt csak akkor lesz jel, hogyha a gázkisülés azonos időpontban történt itt és itt. Hogyha pedig időbeli eltérés van, mondjuk itt volt egy gázkisülés, meg itt volt egy gázkisülés, és időben egy kicsivel később, mondjuk pár mikroszekundummal később, akkor itt nem lesz jel a kimenetén. Itt lesz egy impulzus, ami nagyon-nagyon rövid, én egy ledet fogok használni, úgyhogy annak érdekében, hogy ez látható fényt okozzon egy leden, meg kell hosszabbítani az impulzusnak a hosszát. Én ezt a D-flip-flopos megoldást választottam, ezt a jelet ide kell kötni a clock bemenetére a D-flip-flopnak, és az egész egyszerűen meghosszabbítja ezt a jelet, ami itt van, és az a led világítani fog egy pillanatra. Tehát, hogyha gázkisülés van itt és itt egyszerre, akkor a LED nagyjából olyan fél másodpercig világít. Hogyan lehet ebből képalkotást csinálni? Nagyon egyszerű, megmutatom. Ebből a Geiger-Müller csőből kell nagyon-nagyon sok. Nekem nincs nagyon-nagyon sok, mert nagyon-nagyon drága. Ez ugye egy kisebb Geiger-Müller cső, de képzeljétek el, hogy ezek a ragasztó rudak, amik itt vannak ebbe az acskóba, mintha a Geiger-Müller csövek lennének. Hogyha leraknék egy kupacot így, egy másikat pedig keresztbe rá így, akkor gyakorlatilag egy mátrixot hoztam létre, hogyha jön egy műon, mondjuk ebből az irányból, és itt egy kisülést okoz, akkor az alatta lévőből is fog egy kisülést okozni, és be lehet azonosítani, hogy a műon itt volt, ebbe a kis részben, ami nagyjából 1 négyzetcentiméter. Ugyanígy igaz, hogyha így jön mondjuk egy műon itt, telibe találja ezt a rudat, ki lehet olvasni a koordinátákat, hogy mondjuk itt a hatodikon jött, itt meg mondjuk a harmadikon jött, és ezzel a koordináta rendszerrel be lehet azonosítani, hogy például itt volt a kisülés. Ha pedig ezt így helyezem el, párzamosan, akkor ugye a gázkisülés, ha itt történt, illetve itt történt, akkor csak egy vonalat tudunk megmondani, nem tudunk megmondani egy pixelt, csak azt tudjuk, hogy ennek a vonalnak a mentén volt való a kisülés, hiszen ezen belül már nem lehet beazonosítani, hogy hol volt. Akinek nagyon sok pénze van Geiger-Müller csőre, az így rengeteget lerak egymás mellé így, meg keresztbe is rá rengeteget, esetleg kicsivel távol tesz még többet, és tulajdonképpen így meg lehet csinálni azt, hogy pontosan be lehet mérni a műonnak az irányát. Hogyha egy műon egy sűrű anyagon halad át, mondjuk uránon, akkor egészen más képet fog alkotni ez a rendszer, mint hogyha mondjuk egy üregen halad át, mondjuk mit tudom, egy vulkánban lévő nagy üregen keresztül. Használják is ezt az egész módszert uránkeresésre, találjátok ki, hogy melyik országba, nem árulom el, de szerintem könnyen ki fogjátok találni. Két darab 9 voltos elemről működik ez az egész, az egyik 9 voltos elemből állítom elő azt a 400 voltot körülbelül, ezt rákapcsolom, vagy ráteszem itt a csatlakozót, itt van a műszer, és megmutatom nektek, a 9 voltból 403 volt lesz.
Tehát ezt a 403 voltot állítom elő a 9 voltos elemből. A 9 voltos elem egészen jól bírja, egyébként megmutatom. Hát mondjuk így kevésbé jó. Látjátok, egészen keveset fogyasztott ez az egész, mert nagyon jól tartja a 9 voltos elem magát. Szóval előáll a 400 volt. A 400 volt rá van kötve ide és ide. A Geiger Müller csövek nem szeretik, hogyha forrasztják, úgyhogy csak rátekertem ide a végére a részdrótot, a részvezetőt. Itt ami érdekesség, az a 10 pikofaradas kondenzátor, mármint abból a szempontból érdekesség, hogy ide nagy feszültségű kell. Ez ilyen Remix fólia kondenzátor, Remix gyártmányú, itt láthatjátok, ez és ez. Itt érkezik a két Geiger Müller csőtől a jel, az a két fehér vezetéken, ezen és ezen, tehát ezen a kettőn. És itt van az a digitális áramkör, ez a próbapanel arra jó, hogy gyakorlatilag forrasztás nélkül jó nagy pókot, jó nagy káoszt lehet csinálni, és soha nem találod meg, hol van a hiba. Na mindegy, én ezen építettem föl, elvileg működik, legalábbis egy órával ezelőtt még működött. Egy ekkora Geiger Müller csővel, aminek ekkora a fölete, percenként olyan 1 és 5 darab műon között lehet fogni. Minél magasabban vagyunk a tengerszint fölött, annál többet lehet fogni, és mondjuk minél mélyebben vagyunk a föld alatt, annál kevesebbet. Bekapcsolom ezt az egészet, fel fogom gyorsítani egy kicsit az időt, hogy ne kelljen olyan sokat várni az egyes villanásokra, kirakok egy stopper órát, és akkor láthatjátok, hogy milyen sűrű jönnek ezek a villanások. Inkább felraktam erre a kis sámére azt az egészet, itt van a LED, ezt a pontot kell majd figyelni, itt a két Geiger Müller cső, a két 9 voltos elem, illetve az elektronika, be van kapcsolva, hogyha ez felvillan, az azt jelenti, hogy műont elkaptunk. Már volt is egy, itt láthattátok, most felgyorsítom az időt. Láttátok, amikor a LED felvillant, akkor éppen egy műont elkaptunk a két darab Geiger Müller cső segítségével. És hogyan is lehet ezzel képet alkotni? Megpróbálom elmagyarázni. A képalkotásnak az egyik alapja az, hogy a műonok egyenletes sűrűséggel jönnek. Tehát ha kiválasztasz egy részt, mondjuk ezt a részt, és elkezded számolni, hány darab műon jön, akkor itt ugyanannyi műon fog jönni, mint itt ezen a részen, mint ezen a részen, hogyha nincs előttünk semmi. De hogyha van előttünk egy vulkán, amiben van egy magmakamra, vagy van egy piramis, amiben van egy nagy üreg, vagy egy teherautó, amiben éppen urán csempésznek, akkor ott azon a részen meg fog változni a műanyagoknak az intenzitása, a sűrűsége. Egyre több lesz, vagy egyre kevesebb lesz. És hogyha a képernyő adott részén azt látjuk, hogy kevesebb műon van, akkor ott a túloldalon valószínűleg valami nagyon sűrű anyag van, illetve van egy más dolog is, bizonyos anyagokat, amikor eltalál a műon, ott lesz egy másodlagos szóródás, és ebben az a jó, hogy nem kell hozzá sugárforrás, csak egy vevőkészülék, ami a műanyagokat képes detektálni, mint ami ez itt az asztalomon. A dolognak viszont az a hátránya, hogy a detektort oda kell tenni, ahonnan ki szeretnék nézni. Tehát, hogyha valaki elmegy az Alpokba, ott keres egy alagutat, van egy ilyen műon detektora, amilyen rátszerkezetű jó sok detektort tartalmaz, és ezzel ki szeretnél nézni, mondjuk, hogy mi van fölötted, akkor az lehetséges, ugye mert átjön a hegyen keresztül a műon. Viszont ha bele szeretnél nézni innen föntről a talajba, az ugye azért nem lehetséges, mert a műanyagok nem jönnek át a földgolyón, gyakorlatilag föntről jönnek lefele, és néhány kilométeres mélységig képesek lejutni. Számomra mindenféleképpen nagyon érdekes volt az a tény, hogy fölöttem van egy 40 cm-es vasbeton födém, és ezen a födében keresztül simán átjön a műon, és a műon átmegy a két darab detektoron, a két darab csövön, akkor a LED villan egyet, és ez azt jelenti, hogy a kozmikus sugárzás által keltett műont detektáltam. Úgyhogy ezzel a rövid videóval készültem számotokra, remélem érdekesnek találtad, gyere máskor is, és ha még nem iratkoztál fel a csatornámra, akkor iratkozz fel, és ha tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold. Köszönöm szépen, sziasztok!